tartunk. Tehát hozzám, hogy az Mélyipotmárosi Galériának a vezetője, Szabó György, Györgyi mostantól 3 hétig a galéria, itt fent és lent, ezt ne felejtsük meg, mindig eltévedünk a lenti részétől a galériának, ahol a műalkotások pontosan olyan szépek, mint itt fönt. És nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, hogy nyilatkozunk helyet ennek az egészen különleges gyűjteménynek. Ezúton szeretném megkérni Borsos Mihályt, hogy nyissa meg a kiállítást. Szép jó eset kívánok, hölgyeim és uraim! Én az igazság, hogy leírtam a megnyitandó szöveget, hogy fegyelmezettebb vagyok talán így, mert különben 90 perces szemináriumról lehet a szél, és azért ezt nem kívánom sem magamnak, sem maguknak, sőt, a professzorok társaságában meg nem lehetették ki erre. Én nagyon örülök ennek a kiállításnak, mert mi lehetőségünk és tisztességünk volt a Társalgó Galériában, hogy feldolgozzuk a mester életművét, végig is fotóztam őket, és most egy válogatást látnak ebből a nagyon szép életműből. Na, fussunk neki akkor. Szóval élhető szobrok egy szinte élhetetlen világban. Én ezt a címet adtam ennek a válogatásnak, és nem csak azért, hogy a tűtést korszerűsítjük nálunk a galériában, és élhetetlen ott a világ, hanem ezt értsék úgy, ahogy mondom. Tehát nagyon élhető szobrok egy szinte élhetetlen világban. A mesterségbéli tudás, az emberi minőség és a művészi talentunk quintesszenciája az életnek. Legalábbis az a része, amit itt most látunk. Szabó Györgyöt foglalkoztatja az installáció, a fény és az árnyék viszonyrendszere. Na, ezt is most nem mutattuk meg. De ennek a hatása és hatásmechanikája minden egyes alkotáson átsült. Az alkotói pályája összefüggések keresése, folyamatok megértése és kölcsönhatások eredője. Számos originális megoldást találunk érvészetében, ami a szakma és a közönség elismerését is kibízta. Itt a Vertléremtől az alkotásig mindenre gondolok. Mondjuk a zsinagóga élet például egy ilyen, ami teljesen kiria szériából. Személyes kedvencemet itt látják ezteket a bibliai történeteket, ami a szobrászat és érvészeti történetek látszólag teljesen fittyet hánynak minden ikonográfiai előírásnak, és a narratíva mégsem sérül meg, léleksimogató egyértelműséggel megérinti egyszerűen a nézőt. Az itt kiállított műveket nem csak az alkotója közé össze, tematikus rendszert félek felfedezni közöttük, általános szakmai vélelem, hogy egy főmű megjelenésével a többi mű szerényen hátrébb lép a rangsorban, itt megtapasztalhatjuk azonban, hogy a jó művek erősítik egymást. És megérthetjük azt is, hogy a kiállítás rendezése, a művek összeválogatása komoly kihívás, amit jelen esetben a mester kiválóan oldott meg. A kiállítótér alsó szintjén megrendezett bemutatón formavilágában az intimitásra törő művek kapnak helyet, érdemes megnézni tényleg azokat a gyönyörű kis fajokat, szóval javaslom, hogy nézzük meg majd egyet. Tényleg megtiszteltetés számomra, hogy az életművet feldolgozhattuk, és a főség zavara az, amit az életmű kínál. Ahol ez a szegmentum, az egy picit tényleg higgyek ennek, hogy egy töredékesak az, amit most megszűnünk. Az én értékrendemben a jelen kiállítás főműve itt látható mellettem CV címet, Curriculum Vitae címet kapott az alkotójától. Ez volt a meghívón is. A mű rajzolt előképe grafikai formával évekkel ezelőtt már létezett, és megelőzte a szobor létrejöttét, amit én egy szakmai súllyal értékelek, mert nagyon fontosnak gondolom, hogy aki a képzőművészet lápos mezeire téved, birtokolja a rajztudást, és ezek az előképek, amúgy is a gyengém a képzőművészet kapcsán, és itt megkaptam ezt a gyönyörűséget, hogy az előképet és magát a megszületett alkotást is láthattam és dolgozhattam vele. A mű töménysége, ahol is az emberi sors és az életút, a társtalan társas lép depresszív kölcsönhatása, a szögletes konstrukció és a szobor léptéke egy életre rögzül abban, aki csak egy pillantást ismert rá.
Ugye a három fő részből álló alkotást a tengelyéből kibillenő, sarkán támaszkodó, levegő alatt hajlott háttal, s leholkasztott fejjel, talán háló, talán holott csipkát visel, nem tudom, még azt nem fejtettem meg. A második fő rész nekem ez a konstrukciós blokk. Igen, talán jobban érezhető. Ami itt a kiállításban is látható, kerülve a modorosságot, mégis jellemzően olyan szabolyú is a konstrukció. És azt gondolom, hogy a fő figura nekem ez az összekötő alak a három kis sipkájával, amiből csak kettő az, ami ugye elsőre szembe tűnik, de mégis van neki három. Ő egyértelműen boholt csipkát visel, lábában kalimpál, egy kicsi én figurája tulajdonképpen. Ők hárman együtt maga az élet. Külön említést érdemelnek a felületek, mármint az alkotásoknak a felületeink, amiket én az életünk feldolgozása során külön makróban is kifotóztam, és hogyha egyszer megjelenik a könyv, akkor majd érthető válik, hogy miért is. Csak úgy mondom, hogy érdemes megnézni őket. Meg az installáció, az önhordó installációk, amiket én nagyon szeretek ebben a dologban. A csapdák, a házak, az angyalház, a Vademikum ház, az oszlopok megjelenése, ugye ez a művészettörténetnek régi kedvenc veszőpárétája, hogy az égbe törő oszlopok. És az a pörlekedés, ami helyenként a vágyakozással váltakozva jelenik meg az életükben. És megint a felületek, ahol Szabó György szinte lupickor megmerítkezve a tudás forrásában. A kelt, a triszkel motivum itt is megjelenik, de a sémi szimbolika mindannyian egybefogva kényezteti a nézőt. A díszítések jelentéshordozók Szabó György szobrászatában. Úgy kezdtem, hogy élhető szobrok egy szinte élhetetlen világban. Nagyon komolyan mondom. Szeretettel ajánlom a figyelmükbe a kiállítást és a mester fegyelmet. Köszönöm, hogy meghallgattak. Jól magukat, nézegessenek, és hát térjenek vissza akár minden nap, vagy pedig a következő kiállításunknál legközelebb, bár én örülnék, hogyha visszatérő vendégeink lennének, akár minden nap, akár minden héten. Köszönöm szépen! Just see.
You see, I got it. Yeah, there is. It's me. I overlapped, so you can erase that. Yes, that's easy. Yeah.